Feldíszített udvar, lufik, ugrálóvár, és persze az elmaradhatatlan önfeledt gyerek zsivaj. Az ünneplés a kőbányai szivárvány bölcsödének szólt, amelynek 25. születésnapját együtt ünnepelték a dolgozók, a gyerekek és a szülők is. Dékovács Róbert Antal, kőbánya polgármestere is eljött felköszönteni a bölcsödét. Az elmúlt napokban bölcsődeudvart, óvodaudvart adtunk át, avattunk, inkább úgy fogalmazom, bölcsőde-óvodaudvarnak örültünk közösen. Olyan közös munkának örültünk, amelyet az elmúlt hetekben, hónapokban, években sikerült elvégezni. Most pedig valami másnak örülünk, születésnapnak. Egy intézmény életében a születésnap az legalább olyan fontos, mint a család életében. Kicsit másként ünneplünk, de biztos, hogy része az ünneplésnek a visszaemlékezés, a kezdetekhez való visszakanyarodás, hogy is indult és hová jutottunk. Mikor a mai 25 éves jubilomra indultam, akkor az egyik kollégámnak mondtam, hogy jövök a Maglódi útra a bölcsödébe. Azt mondja, milyen bölcsödébe? Hol van ott bölcsöde? Hát ez a bölcsöde olyan rejtett módon működik, nagyon helyesen eldugva a főútvonal mellett a sövény mögé, hogy nagyon sokan nem is tudják azt, hogy itt létezik egy bölcsödénk. Szerencsére a szülők felfedezik és örömmel jönnek a bölcsödébe. És látjuk azt a mai délután során is, hogy örömmel töltik a gyerekek is itt a szabadidejüket, a bölcsöde idő utáni ünnepi pillanatokat. Nagyon fontos, hogy gyermeknevelő intézményeink legyenek, működjenek. Az önkormányzat azon fáradozik, dolgozik, hogy új a bölcsödék, mint az óvodák, illetve még az általános iskolákra is gondot fordítva a gyermeknevelő intézményeink rendben legyenek. Rendben legyenek külső, belső jegyeikben, és ami nagyon fontos, hogy az itt dolgozók munkáját megbecsülve végzi az önkormányzat a munkáját. Göncziné Sárvári Gabriellával a kőbányai bölcsödék működése mellett a nevelők elhivatottságáról és a korhozta változásokról is beszéltünk. Kőbányán jelenleg 8 bölcsöde van, a méreteik azok eltérőek. A jelen pillanatban, ahol vagyunk, ez egy kisebb bölcsödénk, 36 férőhelyes, 3 csoportszobával. Korban most úgy tűnik, mintha ez lenne a legfiatalabb, de ahogy polgármester úr is mondta, épületileg ez az egyik legöregebb épületünk. Nagyon családias, egy igazából eltérő a többi bölcsödétől, hiszen egy emeletes épületről beszélünk. Az udvar az az utcából leválasztott részen, bokrokkal elkülönítve található, ebből a szempontból nem tipikus bölcsöde, de nagyon szeretjük. Mikor gyerekekkel foglalkozik valaki, akkor nagyon érdekel a pályájának az eleje, hogy hogyan jött ez az indítatás, hogy gyerekekkel szeretne foglalkozni, és hogy neked mi a történeted. Igazából nekem szerintem elég sokan vagyunk így vele, a családban volt pedagógus, óvodapedagógus ugyan, illetve volt a családban egy egészségügyi végzettségű nővér is. És mind a két szakma vonzott annak idején, és azt találtam ki, hogy elmegyek, elvégzek egy egészségügyi szakközépiskolát, mert hogy avval bölcsödébe is lehet dolgozni, és akkor így két legyet is ütünk egy csapásra. Igazából soha nem bántam meg, hihetetlen ez a hivatás, szerintem a legszebb dolog gyerekekkel foglalkozni. Én azt gondolom, hogy ez a korosztálya a legodaadóbb, legszerethetőbb. Egyszerűen csak imádni lehet őket, hiszen minden apró törődésre, odafigyelésre hihetetlen szeretetet adnak vissza, és tényleg öröm velük dolgozni. És először az egészségügy után elmentem bölcsödébe dolgozni, csoportban, aztán elvégeztem a szakgondozónőit, aztán a főiskolát, aztán az egyetemet, és hát végül is így végigjárva a ranglistát most a Kőbánya Egyesített Bölcsödéket vezetem már 12 éve. Akkor azzal a 25 évvel még ez a bölcsöde, ez még gyerekcipőben jár? Abszolút gyerekcipőben jár, ilyen szempontból a legutóbb megnyitott. Tavalyi évben két bölcsödének ünnepeltük a 40. évfordulóját, fönt Újhegyen volt az egyik, az Aprajafalva bölcsöde, lent az Őrsvezértérnél a Fecskefészek bölcsöde volt a másik. Jövőre is fogunk ünnepelni, jövőre az egyik bölcsödénk a másik kis bölcsöde, ami tulajdonképpen lent a Salgó-Tarjáni úton egy igazi kis ékszerdoboz, aminek az udvara most lett felújítva, kívülről teljesen új külsőt kapott, 80 éves lesz a jövő évben, úgyhogy azt is meg fogunk ünnepelni, és nagyon nagy örömünkre egy teljesen új intézményben ünnepelhetjük ezt a 80. évet.
És itt a Szivárvány bölcsődében hány dolgozó van, aki a gyerekekre vigyáz? A bölcsődében egy bölcsődei csoportban 12 gyermek jár, és egy csoportban két kisgyermeknevelő dolgozik. Ugye itt 6 kisgyermeknevelő van, mert 3 csoportszobánk van, úgyhogy 3 kisgyermeknevelő, őket bölcsődei dajkák segítik, majd a konyhán van az élelmezés vezető, a szakácsnő, a konyhalányok, és hát a bölcsőde vezető természetesen, és nem utolsó sorban, bármennyire is őt mondtam utoljára, nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy minden dolgozónak nagyon fontos szerep jut egy intézményen belül, mindenkinek a saját kompetenciájában a maximumot kell nyújtani, és nagyon bízom benne, és én azt gondolom, hogy ez a visszajelzés jött most a szülőktől is, hogy ezt a Szivárvány bölcsődében is a kollégáim így végzik dolgukat. Itt látsz a kollégáidon, akik a gyerekekkel vannak a legtöbb idejükben, hogy mi kell ehhez a pályához, milyen beállítottság? Én azt gondolom, elsősorban elhivatottság kell, végtelen gyerek szeretet, hiszen anélkül nem lehet semmit. De ezt ma olyan könnyen dobáljuk, hogy gyerek szeretet. Azt gondolom, az én kollégáim valóban törődnek, odafigyelnek, a gyerekek az életük tulajdonképpen, és látszik rajtuk, ahogy a csoportban vannak, hogy boldogok, hogy gyerekekkel dolgozhatnak. Elsődlegesen erre van szükség, hiszen én azt gondolom, hogy tényleg annak szabad csak gyerekekkel foglalkozni, aki érzi ennek a fantasztikumát és élvezi azt a percet, amit köztük tölthet. Mindig mondják mostanában, hogy ha az oktatásról van szó, hogy a kor hozta változások, azok milyen nehézségeket hoznak a pedagógusokra, mert hogy nehezebben kezelhetők a gyerekek, problémásabbak. Ilyen fiatal korosztályban, mint egy bölcsödésnél, ezt lehet észlelni egyébként, hogy van valamiféle változás így a múlttal kapcsolatban? Mindenképpen lehet érezni azt, hogy egy picit mások a mai gyermekek, de hiszen az egész világ, ami körülvesz minket más, egy fölgyorsultabb, egy más tempójú világban vagyunk, sokkal több inger éri őket is. De azt gondolom, hogy alapvetően, amit szerettek 30 évvel ezelőtt is, az odafigyelést, a törődést, az ölmeleget, a játékot, a mondókát, a verset, az éneket, ma is erre van szükségük. A legfontosabb az, hogy nem a tabletre és az okostelefonra, hanem arra, hogy a kisgyermeknevelő az ölbe vegye, höcögtető énekeket énekeljen neki, simogassa őt, hozzá lehessen bújni, amikor lefekszik, akkor ott legyen az ágya mellett, megsimogassa. Ma is ez kell a gyerekeknek elsődlegesen, ebben nincs változás. Én azt gondolom, hogy nem könnyű mai családoknak a gyerekekkel, hiszen nagyon sokan rohannak, és nagyon nagy elvárások vannak a munkahelyen, ennek ugye a szülőknek meg kell felelni, ez azért valamilyen szinten érezhető mindenképpen azon, hogy ők nekik is sietni kell, kapkodnak esetleg, kevesebb a türelem, de ez teljesen érthető, hiszen nem tudnak ők sem egyszerre több helyen lenni, csak egy helyen, de alapvetően a gyerekeknek ugyanarra van szükségük, de azt azért hozzátenném, hogy hihetetlenül okosak és értelmesek a mai gyerekek, nagyon sok mindent lehet velük tevékenykedni, itt is most lehet látni az udvaron, hogy festenek, hogy gyurmázni szeretnek, hogy bármilyen kreatív tevékenységet nagy-nagy örömmel tesznek. Úgyhogy igazából alapvetően nem változtak, de valóban egyfajta kihívást jelent az, hogy az ő tudás éhségünknek is megfeleljünk megfelelő módon. Rácz Emíliának már a második gyermeke jár a Szivárvány bölcsödébe. Elmondta miért és hogyan könnyítette meg az életüket, hogy rátaláltak erre a kis eldugott családias bölcsödére. A nagyobb gyerkőc most 6 éves, ő ide járt. 2 kerek évet, tehát hogy szeptemberbe kezdett a beszoktatással, és ő rendesen 2 iskolai évet végigjárt. És ő nagyon könnyen szokott be. Tehát, hogy nekünk vele nagyon nagy szerencsénk volt, mert a nevelővel nagyon hamar megtalálták a hangsúlyt, és az, hogy itt egy ilyen, tényleg egy ilyen barátságos légkör van ebben a bölcsödében, nagyon könnyen ment ez a beilleszkedés. Nagyon jó csoportjuk volt, szerintem ez is közrejátszott, de hát az, hogy a nevelők napi szinten tényleg mentek a gyerekekhez, és foglalkoztak velük, a játék, az ének, a zene, a tánc volt, hogy bulira jöttem be délután, szólt a zene, mindenki táncolt, mondtam, hogy én is egész nap itt lennék, szívem szerint. Úgyhogy ő nagyon jól érezte itt magát. A kisebb gyerkőc, ő nehezebb, keményebb dió, nehezebben szokott be, viszont ugyanúgy nagyon hamar ezt a
szeretet, meg ez a bizalom, ez nagyon hamar kialakult, a két állandó nevelő van a csoportban, és mindkettőjükkel nagyon hamar elfogadta őket. Úgyhogy szerencsém volt ebből a szempontból, hogy már egy ismerős közeg, és ugyanez a, meg hát a kis csoport, ez egy ilyen barátságosabb légkör, mint mondjuk egy 16-18 fős csoport, az azért már sok ilyen pici gyerekekből. Nehéz lehet, amikor ilyen pici gyereket kell odaadni, hogy így elszakadni tőle, hogy ebben mennyire segített egyébként ez a fajta légkör, vagy amit láttatok, ez az itt folyó munka. Nagyon nehéz volt az elején, de a végén meg én éreztem magam rosszul, hogy így beadom a gyerkőcöt, és így eltűnt, és akkor én meg így álltam az ajtóba, hogy akkor most ez a reggeli elválás, ez így ennyi, és igen, ez így ennyi volt, úgyhogy igazából ez az elszakadás, ez nekem ment inkább nehezebben, mert ő nagyon jól érezte itt magát. Nagyon nehéz, igen, tehát hogy bele vannak kényszerítve úgymond egy kicsit az anyukák, hogy ez egy ilyen ördögi kör, hogy a munkahely megtartás miatt akár előbb vissza kell menni dolgozni. Bár mondjuk nálam a nagyobb gyerkőcnél inkább az volt, hogy ő 8 hónaposan már igényelte más kisgyerekek társaságát, és akkor adódott a lehetőség, hogy amikor másfél éves volt, szóltak, hogy visszamehetnék dolgozni, és akkor így egy ilyen kis hezitálás után úgy döntöttünk, hogy rendben, meg hát az intézmény ugye nagyban segített ahhoz, hogy ez működni is fog, hogy nyugodtan 8 órában dolgozhatok, miközben ő itt bent van. A születésnap elképzelhetetlen tortázás nélkül. A gyerekek egyből megrohanták a szeleteket, és tortamajszolás közben, után folytatódott az ünneplés. A bölcsőde családiasságát mindenki lényeges tulajdonságként emelte ki, amit a közös ünneplés és annak hangulata meg is mutatott.